Akik a Gázló utcán mostanában közlekedtek, már felfigyelhettek arra, hogy az egykori postaépületben felújítási munkákat végeznek, új postapontot alakítanak ki. Az új postapont a korábban tervezethez képest is hamarabb, már december elején elérhető lesz az egykori tanposta helyén. Közelővel zajlanak a munkálatok. A 18-ai tervezetnyitást előre hoztuk 8-ára, ezért muszáj volt fölpörgetni az eseményeket is. Éppen most végzett elsősoron a festő, holnap végez is, holnapra várjuk a Telekomot, hogy bekössék az internetet. Gyakorlatilag majdnem minden nap történik valami, hogy 8-án el tudjunk indulni. Szilágyi Róbert elnök elmondta a Vacsi Közi Postapont egy munkapulttal és dolgozóval. December 8-ától hétköznapokon 9 és 17 óra között várja majd az ügyfeleket. A cél az volt, hogy lehetőleg már az ünnepi időszakban igénybe lehessen venni a városrészi postaszolgáltatást is. A Hunyadi Városi és Vacsi Közi Postapontok Szemereiné Pataki Klaudia polgármester hatékony közbenjárásának köszönhetően hozzák vissza a városrészi postaszolgáltatást. A Hunyadi Városi Postapontra ma délután is megállás nélkül érkeztek az ügyfelek. Látszik az adatokból is és a számokból is, hogy igenis komoly igény volt a postára. Az első héten, ha csekkekről beszélünk, akkor az első héten 1000 csekket hoztak be, a második héten ez 1500 csekk volt. És a múlt héten elértük a csúcsot, napi 520 csekk. Az elmúlt hónapban 200 csomagot adtak fel, és hozzávetőlegesen 1 millió forintot költöttek el bélyegre a hunyadi városiak. A Vacsi közben is komoly forgalomra számít az üzemeltető, akikért a déli harang szól a Hunyadi Városban Egyesület.